Átrendezheti a román belpolitikai erővonalakat az Európa Párti Klaus Iohannis szociáldemokrata kihívójával szembeni fölényes győzelme a vasárnapi elnökválasztáson. Az államfő támogató liberálisok most többséget akarnak építeni a parlamentben, amit jelenleg a szociáldemokraták uralnak. Ráadásul az októberi bizalmatlansági szavazás óta egy jobboldali kisebbségi kormány irányít Bukarestben. Ez a helyzet egyetlen módon oldható fel. Új parlamenti többséget akarok, jelentette ki Iohannis. Olyan demokratikus pártok alkotta, Európa Párti többséget, amelyik megérti Románia és a románok igényeit. Olyan többséget, amelyik nyitott, modern, európai politikát folytat. Én úgy szeretnék politizálni, hogy annak eredménye legyen, tette még hozzá az újraválasztott román államfő. Iohannis ebben alig ha számíthat a szociáldemokraták támogatására. Az Európai Parlamentben a liberálisokkal azonos frakcióban ülő Mentsétek meg Romániát szövetség viszont mellette áll. A Nemzeti Parlamentben pont ugyanaz a helyzet, a többség, mint 3 éve, mondja Dan Barna pártelnök. Semmi sem változott. Egészen egyértelmű, hogy ez a többség alkalmatlan a romániai reformok támogatására. És ezért a liberálisok így csak kisebbségben kormányozhatnának, tehát egyértelműen az a véleményünk, hogy előrehozott választásokra van szükség. A legutóbbi 2016-os parlamenti választások óta a szociáldemokraták nacionalista Európa ellenes retorikát honosítottak meg Romániában, és ezt az irányt folytatták az elnökválasztási kampányban is. Miután a korábbi miniszterelnök és pártelnök Viorica Dencsila úgy vesztett, hogy a PSD minden korábbi államfő jelöltjénél gyengébb teljesítmény nyújtott, a párt megújulás mellett döntött, a vezetőség lemondatta a politikus asszonyt pártelnöki tisztségéről is. Az őt ideglenesen követő Marcel Ciolacu házelnök azt a kérdést kapta, hogy mit üzen Brüsszelnek. Mielőtt Brüsszellel beszélnénk, úgy vélem mindenki számára bizonyítottuk azt, hogy a szociáldemokrata párt elismerte az elmúlt időszak hibáit, válaszolta. Nem csupán egy semmit mondó ügyvezető ülést hívtunk össze és tartottunk meg látszat intézkedésekkel. Az elmúlt bő 3 év megújuló szociáldemokrata kormányai igyekeztek megcsonkítani a korrupció ellenes jogszabályokat, törvényi környezetet. Létrehoztak egy külön szervezetet, amelyik kivette volna a bírák és ügyészek kezéből a korrupciós ügyek kivizsgálását. Brüsszelt súlyosan aggasztotta ez a román igazságszolgáltatása lesújtó politikai kalapács.